Jó estét kívánunk a Szombathelyi Televízió nézőinek, ahogy ígértük, ezen a héten, illetve ettől a héttől már külső helyszínen, most éppen Nardán, hogy miért vagyunk itt, az is nem sokára kiderül. És ahogy ezelőtti héten ígértük önöknek, érkeztünk nyereménnyel, méghozzá az Alteraba Fesztiválra lehet nyerni egy napi jegyet, illetve bérletet is. Érdemes nekünk SMS-t küldeni a 0620-507-3181-es telefonszámra, hiszen fantasztikus fellépőket nézhetnek meg, mint például az Anne and the Barbies, Vatfruttik, 30Y, Intim Torna Illegál, Kowalski meg a Vega, Belga és még nagyon sokan mások, tehát 0620-507-3181, ez az SMS számunk, úgyhogy küldjenek nekünk üzeneteket, mi pedig ígérjük, hogy az adást végén sorsolunk. A mai műsorban pedig ellátogatunk többek között Bükkre. Táfőről is lesz szó. Valamint azt is megtudjuk, hogy Nardán a Caritas tábor miként és hogyan üzemel. De mindenek előtt Epres Attila színművész lesz a vendégünk, aki a Kőszegi Várszínházba lép majd fel, mégpedig a Hajmeresztők című musicalben. Jó estét kívánok! Jó estét! Attila, ahogy néztem, több mint 20 éve a nyarak azok Kőszegen telnek. Igen. És az merült fel bennem, hogy azért ez ilyen stabil, fix hely, vagy ez azért minden évben egy megerősítés kell, hogy legyen? Ez inkább a második, én mindig bízom benne, hogy stabil, mert már valamikor december végén elkezdjük tervezni, hogy vajon mi lesz nyáron Kőszegen, meg elkezdünk telefonálgatni, mi a suskus, van-e valami terv, és nekem az életemnek nagyon fontos része lett, minden nyáron itt élvezkedek egy hónapot, minden értelemben, mert nagyon szeretem a csapatot is, Póca Zoliékat, nagyon szeretem a várost, a hangulatát, a benne élő embereket, meg hát az egésznek ez a felséges esztétikája. És hát én elég aktív ember vagyok, és nagyon jó ilyenkor regenerálódni. Tehát ezt az egy hónapot arra is használom, hogy a környéket bebarangolom. Sokat evezek a Rábán, megy a hegyi kerékpár, futok, és hát igyekszem minden szegletét felfedezni ennek a gyönyörű vidéknek. Milyen a kőszegi közönség? Hát, hogyha már 20 éves tapasztalatod van, biztos tudsz nyilatkozni róla. Hát nyilván azért is él ilyen régóta ez a Várszínház, mert jó. Tehát tényleg egy jó fogékony közönség van itt, és rendkívül szívósak is. Azt szoktam mesélni, hogyha itt elered az eső, nem mozdul senki a nézőtéren, ahhoz nagy zuhé kell, hogy bemenjenek az árkád alá, de akkor is egy órát szépen elácsorognak, megvárják, hogy hát ha valami lesz. Többször volt olyan előadásunk itt, hogy négyszer kezdtük, vagy folytattuk újra, és évfél után lett vége, és mindenki végignézte. Azért engem az meglepett, amikor beszélgettünk adás előtt, hogy így az esztív, ugye az esküvői a Táplán Szentkereszt, azt is így egyből, hogy jaj, igen, persze. Tehát akkor ez igen. Egy tényleg valós, hogy ez az egy hónap, ez tényleg nekem nem csak Kőszegen telik, hanem akkor tényleg a környéken. Nem, bejártam már a vidéket, főleg kerékpárra, de én motorozom is, mondjuk most idén nincs itt a motorom, mert így bonyolult lett volna megszervezni. De hát becikcakoltam az egész vidéket, felfedezek mindig olyanokat is, amit éppen még nem ismertem, de valaki mesél róla. Ha lehet, akkor bemegyek minden nevezetességbe, múzeumba. Engem nagyon érdekel ez a vidék, és hát vannak barátom az Őrségben is, arra is el szoktam császkálni. Az öcsémnek körben dalat van egy faháza a Rábán, úgyhogy nekem ez ilyen kicsit otthonos hely már. De hát azért van itt munka is, mert hogy a Hajmeresztők indul, és Göttinger párral beszélgettünk a múlt héten, és azért mondta, hogy ez egy különleges dolog rendezőként is, és színészként milyen? Hát ez nem munka, ez egy játék. És kicsit szumó meccs jellege van persze, mert a Kőszínházban 6-7 vagy 8-7 próba időszaka megszokott. De olyankor persze játszunk este előadásokat, itt azért délelőtt is este is próbálni tudunk, és 2-3 hét alatt mindent össze kell rakni. De azért mondom, hogy nem munka, mert mindig nagyobb az élvezeti faktor. Hát általában olyan kollégákkal játszunk együtt, mint ahogy most is, akikkel én évad közben nem nagyon találkozom. Egyedül Németh Árpival játszom néha egy színpadon. De persze jól ismerem őket, meg a barátaim, Ulman Móni, Grisnik Petra, az említett Németh Árp és a Káli Dartúr is, akivel nagyon régóta vagyunk barátok, meg munkatársak, főleg szinkron stúdiókban. És ilyenkor nagy öröm ez a friss találkozás. És persze azt is tudjuk, hogy kérészéletű a dolog, mert 8 előadás, és akármilyen jó, soha többet nem fogjuk játszani.
Hogyan zajlottak a próbák? Hát még bőven. Vagy zajlanak? Most úgy néz ki, hogy most futunk neki csak az úgynevezett főpróba időszaknak, ami azt jelenti, most kezdünk majd olyan estéket vagy délelőtteket csinálni, amikor elejétől a végéig össze tudjuk rakni az előadást. Tehát ez egy különleges opusz amúgy is, mert olyan mai divatos szóval élve interaktív része is van, amiben a közönség majd reméljük aktívan fog részt venni. Vagyis egy bűnügy vázolódik fel az első felvonás végén, és a másodikban a nézők lesznek a tanúk, akiket Göttinger Pali, aki játssza is ezt a nyomozót, folyamatosan kérdezgetni fog, hogy mit láttak, vagy mi nem úgy volt, mint ahogy mi rekonstruáltuk az első felvonás végére. Tehát is reméljük, hogy a közönség nem lesz szégyellős, és majd vidáman bekapcsolódik, vagy legalábbis arra számítunk, hogy elég kekecek lesznek, és elég erőszakosak, hogyha valami nem úgy történik, akkor meg tudják mondani. Színészként neked ebben mik a nehézségeid? Hiszen azért ez egy nem sima darab, tehát nem olyan, hogy most megtanultok egy szöveget, és akkor ez úgy van. A nagymamám azt mondta, hogy a teljes kanna az nehéz, a többit valahogy megoldjuk. Én sose éreztem, nem is szeretem így misztifikálni a színészetet, hogy az nehéz. Az nem nehéz, az egy óriási nagy élvezet és egy hatalmas adrenalin fröccs minden nap, meg minden este, amikor ezzel foglalkozik az ember. Az a része persze megterhelő, hogy az ember pszichikumát, meg esetekként a fizikumát is nagyon igénybe veszi, de mindig ugyanannyit ad vissza, vagy még egy kicsit többet. Tehát én azt érzem, most már 130 bemutatón vagyok túl lassan, hogy nem fáradok el tőle, hanem egyre több minden van a birtokomban, és ez jó érzés. És most is azt érzem, hogy ez egy ragyogó szerep, én vagyok a fodrászszalon tulajdonosa, ez egy rendkívül extrovertált, homoszexuális ember, aki egyszerűen nem bír magával, mindenbe beledumál, mindenkinél okosabb, de nem antipatikus a figura, hanem hát amilyen tud lenni egy állandóan beszélő hebrencs. De egyébként tele van szeretettel, tehát minden pillanata élvezetes lesz. Én úgy látom, hogy nem lesz olyan jelenet, amit nem fogok szeretni. Köszönjük szépen! Pontosan mikor lesz látható a darab? 12-e a hivatalos bemutatónk, ezt megelőzi itt a hagyományjá vált köszönetestéje, amikor azok látják majd az előadást, akik ebben támogatók voltak, de az is teltházas, már most tudom. Nézek Póca Zolira, úgy tudom, hogy a bemutatónk is teltházas, és utána még játsszuk 8-szor, ami azt jelenti, hogy az utolsó eső napunk 24-e, és hát kicsit izgulva várjuk, hogy a közönség tényleg mennyire lesz aktív a második felvonásban. Azért egy kérdést én még szeretnék megkérdezni. 2010 óta, ha jól tudom, az Örkény Színház tagja vagy. Igen. Most lezárul ez a kőszegi bemutató sorozat. Lesz idő egy kis pihenésre, vagy mivel telik még a nyár? Mondjuk azt, hogy ez a pihenés. Mert én abban a pillanatban, ahogy itt megvan a bemutató, én már másnaptól elkezdek Budapesten próbálni egy következő produkciót. Azt bemutatom augusztus 10-én, abból lejátszok ott rögtön 8 előadást, és pár nap múlva próbám van az Örkény Színházban. Tehát most olyan elszaladós pihenés nem lesz, ez lesz az. Úgyhogy itt minden percet igyekszem kihasználni. Hát akkor ehhez kívánok jó időtöltést, meg hát természetesen mellette egy kis jó munkát is, úgyhogy köszönjük szépen! Köszönöm, és sok sikert az esküvőhöz, és gratulálok előre is. Köszönöm. Most pedig folytatjuk, hiszen nem tudom, hogy önök tudták-e, hogy Bükkfürdő nem csak a fürdőzésről híres, hiszen igazán kalandos, ökotúrában is részt vehetnek, úgyhogy nézzék meg önök is, hogy mi is ez pontosan. Bükkfürdőről senki nem mehet haza egy kis golfozás nélkül. Ez Magyarország első színvonalas, nemzetközileg minősített 18 lyukú Championship golfpályája. Szépségéről Európa szerte ismert 7 tóval kiépített pálya több mint 100 hektáron helyezkedik el. Oktatom Wilhelm István 25 éve golfozik, és rengeteg hazai és nemzetközi díjat csebelt be eddig. Mit lehet tudni a golfozásról? Könnyű sportnak tűnik nekem így kívülről. Igen, a golf ez egy nagyon aktív szabadidősport. 68 izmot mozgat meg, egy lendítés, és hát elég aktív dolgok vannak a golfban, ugye eleve 6,5 kilométert kell sétálni, egy kicsavarodott mozdulattal kell elütni a labdát. 6 alapütés van a golfban, amit el kell sajátítani, ebből a legnehezebb talán a swing.
Persze, mi a swinggel kezdtünk. És szemedet végig tartsd lent, elfordul a felső tested jobbra, ez az, innen megemeljük csuklóból az ütőt és a karodat is, ez az, majd húzzuk vissza bal kézzel, és fordul ki a jobb láb. Ez az. Na, milyen érzés? Teljesen testidegen, ugye? Hát angol sport. Istvánnak igaza lett, nem egyszerű sport a golfozás. Hogyne, persze. Nagyon szép. Bele a vízakadályba, így van. A kezdeti siker után... Végig a tekintetedet hagyd a labdán, és azt akarod eltalálni. Aha. Jó. Bátran nyújtsd bele majd a bal kezed, egy kicsit félve ütsz ballal, és húzom le. Jó, semmi baj. Oké, egy kicsit is kaskálálnak a kezeid. Figyelj, lépj egy... Érzed, ugye? Na, így kell ezt tartanod, kicsit lép hátrébb, kisebb terpesz, azaz. Bocs, meg fogom fogni a fejed, nyugi, nem fogsz eltalálni, és le. Most, hogy ismét a tóba landolt a labdám, a gurítást próbálom elsajátítani. Nagyon sokat lehet arról hallani, hogy a golf az a gazdagok sportja. Ez mennyire igaz egyébként a mostanában? Tehát, hogy mennyire drága sportnak számítak? Igen. Hát ugye ez a tévhit abból alakult ki, hogy a golf alapjában nagyon sok szabadidőt igényel. És inkább a nyugdíjasoknak is a gazdagabbaknak van több szabad ideje. De Magyarországon én úgy gondolom, hogy teljesen megfizethető a golf. Egy fitness havi bérlettel vetekszik egy éves klubtagsági díj, ha így lebontjuk egy hónapra. Ugye Magyarországon 7-8 hónapot lehet aktívan golfozni. Ugye azt mondtuk, hogy Nardán vagyunk. Hát miért vagyunk Nardán? Azért vagyunk Nardán, mert itt van a Szombathelyi Egyházmegyék Karitász tábora. Már a harmadik hetét tölti itt Nardán ez a tábor. Elment a nyárból 3 hét, ezt csak szörnyű, úgy mondom. Szörnyű. A vendégünk pedig Tucainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyék Karitász vezetője. Jó estét kívánok, szia Marietta! Szervusztok, én is köszöntöm szeretettel a kedves nézőket. Milyen itt Nardán, bár ebben nektek nagy rutinotok van. Ez nem az idei első tábor, meg nem is az első úgy amúgy az évek során. Meg nem is az utolsó. Hát 22 évből ez a 12. év itt Nardán. Az első 10 év se volt rossz Szombathelyen, az Ölbei ház udvarán, és akkor András püspök atya jött, akkor ugye más funkciót találtak az Ölbei háznak. Először szomorkodtunk, aztán amikor dr. Horváth Sándor felajánlott nekünk a nardai kétszintes nagyon szép plébániát, hogy jöjjünk ki, lakjuk be, igaz, hogy romos, most nem a legjobb állapotban van, de majd lesz belőle egy szép gyerekparadicsom. Hát ez így is történt, első éven festegettük, mázolgattunk, aztán beköltöztünk, és most a 12. évünket töltjük itt úgy, hogy hát már teljesen fel van újítva, és ez egy kicsit köszönhető a tavalyi viharnak, amikor a táborunk legutolsó éjszakáján, azon a csütörtökön éjszakán, amikor Nardát óriási vihar érte, akkor a tábort is nagy vihar érte, és igazából mindenünk odaveszett. Beleértve az összes sátrunkat, a trambulinokat, a csocsóasztalt, a pingpongasztalokat, tehát mindent, ami a kertbe található, az tönkre ment, és hát a gyerekek sírtak azon az utolsó pénteken, hogy most mi lesz a táborral. Hát mi akkor elindultunk a faluba, állatnézegetőbe, állatsimogatóba, kirándulóba, tehát túléltük azért a tavalyi évet. És hát akkor gondolkodtunk, akkor már itt volt Székely János püspök atya, hogy
hogyan tovább a tavaly, a jövő évre kell gondolkodnunk, és akkor ősszel beadtunk az EMI-nek egy pályázatot, és nagyon aranyos volt Soltész Miklós államtitkár, mikor január végén felhívtuk érdeklődvén, hogy hát abból a pályázatból majd egyszer valaha azért merjön a tábor, és mondtuk, hogy hát ami Edit néni, Győrvári Edit néni, sokak által ismert Győrvári Edit néni azt szokta mondani, hogyha valami a Jóistennek nagyon tetszik, ott a sátán nagyon dolgozik. Hát mondtam, hogy a sátán beköltözött utolsó éjszakára, és hát itt rombolt eléggé, és Soltész Miklós államtitkár azt mondta, de az angyalok segítenek. Úgyhogy hát az angyalok segítettek, és két héttel ezelőtt itt is volt, meg is nézte, hogy micsoda csodálatos gyerekbirodalmat varázsoltunk. Jelenleg 180 gyerek élvezi ezt a nagyon szép tábornak az összes lehetőségét, adottságát. Milyen programok vannak itt a táborban? Napról napra más a program. Az egyik legjobb program, hogy Tompa Felék, akik most éppen itt a hátunk mögött íjászkodnak, ők két napra beköltöznek a lovakkal már reggel korán, és akkor délig 11-ig itt vannak, ők a harmadik szomszédban laknak, és itt a gyerekek először csak ugye a városi gyerek idegenkedik, hát ugye négy lába van és mozog, és hát hogyan, és a többi azért bátrabb felül, és akkor a második napra már, akik csak idegenkednek és nézegetnek, ők is felülnek a lovra. Van, aki csak úgy, hogy egy helybe áll a ló, van, aki felül, és akkor érzi a lónak a mozgását, tehát azért ezeket meg kell szokni. Aztán ugye hát tudjuk, hogy világbajnokság idejét éljük, és hát a fiúk, mikor innen hazamennek a táborból, akkor azért odaszegeződnek a tévé elé, és ilyenkor minden héten két-két játékvezető jön a gyerekek közé, és először fönn a terembe elmondják azért nagyjából a szabályokat. Meg hát egy kicsit arról is beszélgetünk, hogy hát tudjuk, hogy igazából a legjobb, hogyha a pályán a labdát rúgjuk, nem egymás bokáját, térdét és egyebét, és hogy szépen beszélünk, tehát ezt ilyen korban már úgy el kéne kezdeni nevelgetni, és ezt ők erre oda is figyelnek. Aztán ugye igazából játékvezetői ruhába beöltözött két sipmester fújja itt a sipot. A gyerekek nagyon élvezik, hogy igazi játékvezető, igazi sárga lappal, piros lappal, sippal, úgy, ahogy ez kell, és ez nekik óriási élmény. Aztán kapnak játékvezetői mezeket, meg egyebeket ajándékba. Az egyik nyugdíjas játékvezető a piros lapjait, sárga lapjait is elosztogatta ajándékba a gyerekeknek. Hát ez élmény számukra. És hát az egyik nagyon jó foglalkozás ugye a kézműveskedés. Gyöngyöt fűzünk, indián fonás van, kerámiáznak a gyerekek, követ festenek a gyerekek, és az idén elindítottunk egy angol tábort is. Nyilván van egy angol tanárnő az önkéntes csapatba, és ezt is kihasználtuk. Van, akik már első osztálytól egy alap angol képzésben részt vesznek az iskolába. Itt nyáron nálunk színeznek, rajzolnak, festenek, és az összes instrukciót, az összes dolgokat angolul beszélgetik meg, beszélgetnek a családról, és családfát is készítettek. Egész napos angol tábor? Tehát azt hittem, hogy ilyen kurzus jellegű, hogy délután beülnek egy angol órára. Nem, ez a 8 héten keresztül megy, tehát azért 180 gyerekből körülbelül 80 azért részt vesz angol képzésbe az iskolai évbe. Na most azokból, akik szeretnének és akiket a szülők is beíratnak, azok itt nap mint nap fönn az emeleten, aztán lejönnek, aztán okri. Tehát bármit a táborba csinálunk, két angolul beszélő önkéntesünk van, akik ezt nagyon jól csinálják, és itt a nap folyamán, amíg a gyerekek itt vannak a táborban, hétfőtől angolul beszélnek hozzájuk, és akkor ez így nagyon igazából, ők nem is tudnak magyarul, tehát kénytelenek a gyerekekkel angolul beszélni, és kihozzák a gyerekekből az angol lehetőségeket. Azt láttam, hogy itt korongoznak is, igen. És az egyik kislány éppen készített magának egy vázát, szépen beleírták a nevét, gondolom akkor ezek kiégetésre kerülnek majd. És viszik haza a nagymamának, anyukának, szomszédnének, keresztmamának, mindenkinek. Ezt nagyon élvezik a gyerekek. Ja, és szerd, csütörtöki nap, ami még nagyon érdekes, mert Szabó Laci bácsi, a Vasmegye Iparszövetség elnöke már 5. éve teszi ezt a felajánlást, hogy minden csütörtökön varrónőket hoznak ki ide a csoportba, sőt a varrónő csoportnak a vezetője is itt van közöttük, és igazi varrógépekkel varnak a gyerekekkel. Kis telefontokokat, akkor pénztárcákat, öveket, sőt egyik évben ruhát festettek karnevára, tehát ezt a gyerekek nagyon élvezik. Hát sajnos ugye be kell vallani, hogy a családokból egy kicsit elveszett a tű, meg a cérna, meg az olló,
és hát meg a nagymamát se látjuk, hogy a horgolunk és kötögetünk. Na most itt a táborba próbáljuk ezt a fajta népi kis mesterséget visszavarázsolni. Közben hallottuk a síp szót, tehát ott meg elindult egy mérkőzés, tehát a kedves nézők szerintem biztos hallották. Hát itt már csak egy kérdés maradt, hogyha valaki most kap mondjuk észbe, és azt mondaná, hogy hú, jövő héten idehozom a gyerekemet, ő tudja még? 3.18.560-on bármikor lehet a Caritas központba jelentkezni, és azt hiszem, hogy itt látjuk, hogy a tábor óriási. Tehát senkinek még nemet nem mondtunk. Tehát van olyan hét, hogy 120-an vagyunk, 100-an vagyunk, most éppen 180-an vagyunk, de én azt gondolom, hogy nincs zsúfoltság, tehát elférünk. Úgyhogy aki hozzánk szeretne jönni, augusztus 10-ig mindenkit szeretettel várunk. Én már hallottam azért hírét, hogy itt aztán nagy palacsintázások, nagy lángosozások mennek. Tehát, hogy mindenki bővelkedik mindenben. Igen, ugye az önkéntesektől sem szabad elvenni a tenni akarást, meg hát a szeretett szolgálatot, úgyhogy behozták a plébáni Caritas önkéntes munkatársak, a nagymamák, hogy melyik héten kik jönnek ma, éppen a balogunyomi egyházközségi Caritas lángos süt egész délelőtt, de a palacsintár, ugye jövő szerdán, aztán minden szerdán jönnek az zalaegerszegi Jézus szíve plébániások, aztán a jáki plébáni Caritas, és azért meg mondani, hogy amíg itt kint 30-32 fok van, a konyhában sincs hűvösebb, és azért 500-550 palacsintát reggel 7-től délig, és egy szál sem maradt fél egykor. Tehát azért éhes pocira mindig lehet számítani. És házi palacsintával laknak jól a gyerekek. Házi lekváros házi palacsintával. Összesen hányan segítenek ebben a táborban? Hétről hétre más a segítő csapat. Vannak olyanok, akik állandóak, és a tábor végéig itt vannak 4-5-en, de aztán minden héten jönnek a Fekete Szabolcs atya plébániájáról, 4-5-en jönnek, Szent Márton plébániáról, Ferences plébániáról, tehát mindenki úgy érzi, és ilyenkor hozza a saját unokáját, ők el vannak, ők pedig sokat segítenek. És így még Bagodról is jönnek önkéntesek, tehát ez egyházmegye minden pontja igazából, ezért a táborén egy kicsit megmozdul és segít. Ki mivel? Van, aki nem tud eljönni, ez küld egy óriási szakajtó pogácsát, vagy küld egy hatalmas adag gyümölcsöt, bármit. Tehát mindenki szeretne ebbe a táborba valahogyan picikét részt venni. Meg hát azt is nyugodtan mondhatjuk, hogy Narda is szeretne ebbe részt venni, hiszen ez a falu szerintem teljesen magáinak érzi ezt a tábort. Igen, ezt éreztük a megnyitón, ahol itt a 40 méter hosszú rendezvény sátorba megcsináltuk a püspöki szentmisét, és én még ilyen oltár díszítést nem láttam. Amit itt a falu megcsinált, az oltár körül előtte lógtak a virág, fűzérek a Szent Erzsébet képek és szobrok mellett. Hát úgy éreztem, mintha egy ilyen virágos réten lennék. Püspök atya is, mikor bejött, csak nézett, hogy hát hol vagyunk, micsoda csodálatos, mint egy szent. Tényleg úgy nézett ki, és a megnyitóra a nardai asszonyok tálcával hozták a rengeteg süteményt. Amikor reggel jöttem, itt folyamatosan zarándokoltak be az idősek, a betegek, mindenki, az asszonyok, fiatalok, és hozták a rengeteg süteményt. Délután 3-kor mondom, gyerekek, az a rengeteg sütemény ki lett osztva, már el is tűnt. Úgyhogy itt annyi vendégünk volt, közel 300-an voltunk a megnyitón, tehát minden ajándék. De van olyan nap, hogy megjelenik valaki egy nagy Smiling ringlóval, vagy cseresznyével, meggyel, hogy elfogadjuk-e, hát itt mindent elfogadunk, mert 180 éhes szájnak azért reggeltől estig, kint vagyunk a friss levegőn, városi gyerekek zömmel, tehát futnak, szaladnak, jól érzik magukat, és hát kell valami a kis hasukba. Köszönjük szépen. Egyetlen egy kérdés. Mindig ezt csinálod velem. Hogy meddig lesz ez a tábor idén? Mi az utolsó hetetek? Augusztus első hete, tehát augusztus 10-én van táborzáró, 8 hét a tábor. Tehát igyekszünk úgy, hogy a szülőknek, hogyha nincs annyi szabadság, akkor azért az iskola zárás utántól egyszerre, és augusztus 10-ig nyitva áll bárkinek. Kedves nézőink, ha esetleg felmerült a kérdés, hogy mi legyen a gyermekkel otthon, akkor szerintem bátra hívják a Szombathelyi Egyházmegyei Caritast, mert itt Nordán szívesen látják őket. Már az 50. előadásához közeledik a Kalandozók kalandjai című mese, úgyhogy nézzék meg önök is! Tudunk varázsolni tüzet? Nem! Fogadjunk ott tüzet! Nagyon ügyesen vagy! Képzeletben a gyerekek is segítettek befűteni Devecseri Lászlónak a Kalandozók kalandjai című interaktív mesében. Ő a szerzője Hőmanó történetének.
Az Ödülvélünk programunkat, amikor létrehoztuk, akkor ismeretterjesztés volt az alapvető célja, környezettudatosság, környezetvédelemmel kapcsolatos gondolatokban. Azonban, ahogy ez a mese elkezdett élni, azt láttam az előadásokon, és ma is, hogy leginkább élményt tudunk hozni a gyerekeknek, ami talán még fontosabb. Ez már közel az 50. ilyen programja volt a szombathelyi távhőszolgáltatónak, amellyel a környezettudatos gondolkodásra próbálják rávezetni a jövő generációját. Akkor megint mindenkinek adunk egy nagy-nagy farönköt. Ebben az óvodában több olyan gyermeket nevelnek, akivel nehéz kimozdulni. Számukra különösen fontos, hogy házhoz jöjjenek az események. Nagy jelentősége bír a mi gyermekeink számára is, hogy az ők is szintjükön kialakítsuk a számukra a természetvédelmét, tudjanak a fákra, bokrokra koncertálni, tudják, hogy a virág, a zöld mező mennyire fontos az ő számukra, meg hát a tiszta, friss levegő is. A Micimackó és a Mocorgó óvodából érkezett gyerekektől apró ajándékokkal búcsúzott Hőmanó, a távhő kabala figurája. Ez is, hogy a válhoz húzzuk, és most. Hát az arra. Az első, amit nem talált el egyébként az Eszti, de ettől függetlenül kiváló lövés volt. De most jobb, hogyha a gyerekek lőnek szerintem. Szerintem is átadom inkább nekik a terepet, de küldjenek SMS-t nekünk a 0620-7381-es telefonszámra, hiszen Alter Rába bérletet és jegyet lehet nyerni, méghozzá az Anne and the Barbies-ra, Watt Fruttik, 30Y, Intim Torna Illegál, Kowalski, meg a Vega Belga, és meg nagyon sokan mások, úgyhogy 0620-7381-es telefonszámra várjuk az SMS-eket. Itt mindjárt nagy lángosozás kezdődik, meg nagy búcsúzkodás lesz majd a részünkről, de mindenek előtt látogassunk el Bükkre, hiszen kollégánk ott van az Etnofolk forgatagon. Szervusztok, tisztelettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió minden kedves nézőjét és a Hétvége című magazin műsorunknak a nézőit, akik most betekintést nyerhetnek itt a bükkfürdői forgatagba, ami még készülődés alatt áll, hiszen egy kicsit ugyan riasztó volt az égi fellegeknek az érkezése, de hát ha Isten is úgy akarja meg az égiek, akkor itt ma azért lesz egy kis csődület, hiszen 7. alkalommal rendezik meg az Ethno Folklore Fesztivált, és itt van az eseménynek a szervezője Tóth Tamás is, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár igazgatója, akit most erről az eseményről faggatok. Mi is ez pontosan, illetve hogyan jönnek össze ezek a fogalmak, ezeket egy kicsit szedjük ráncba, hogy mit akar pontosan ez a bizonyos rendezvény? Hát az egyik legfontosabb dolga az, hogy a magyar népzenei, meg a Magyarországon élő nemzetiségek népzenei hagyományát egy kicsit megőrizzük, és ezt a nagyobb közönségnek is megmutassuk. Ne ebből jött az Etnofolk forgatag név, hogy egy kicsit etnozene is van benne, egy kicsit folk is van benne, meg hát egy forgatag, hiszen nem itt a gyógyfürdő területén, hanem kint a parkolóban, a minifesztivál helyszínén, hiszen ott vannak az árusok, a kézművesek, készülnek a finom ételek lassan-lassan az estére. Szerettünk volna az arató ünnep előtt egy felvezetést hozni, ami hamisítatlanul magyar, ami a miénk, amiben az itt pihenő, itt üdülő kedves külföldi vendégeknek is megmutatják az eszenciáját a magyar virtusnak, a magyar zenei életnek. Aztán ez szépen úgy változott, hogy évről évre mindig színesebb programok jönnek. Tehát hol a cigányság volt egy kicsit az előtérben, hol az itt élő horvátság volt az előtérben. Most az idén egy kicsit visszatértünk a gyökerekhez, tehát jóformán csak magyar zene lesz. De hát, ha úgy van, akkor igazából muzsikás is fog biztos játszani valamilyen hamisítatlan cigány dallamokat. Illetve hát Szabó Balázs bandájának a repertoárja benne van. De azért egy kicsit lesz benne nemzetiség, hiszen a Davai zenekar az itt élő szerbek muzsikáját, de a délszláv nemzetek muzsikáját fogja nekünk megmutatni az ezzel zárásaként. Itt viszont, ahol állunk, itt a gyógyfürdőben, az úgynevezett fürdőszínpadon, itt Ritter Péter és a Holló Együttes fog egy gyerekműsort adni. Egy új helyszínen vagyunk a tavalyihoz képest, egy kicsit közelebb kerültünk a lehet azt mondani, a fürdőközpontjához. Úgyhogy én remélem, hogy nagyon sokan fognak eljönni. És ugye itt ma még lett volna még egy zenekar, ugye az Olevoár zenekar, akik egy technikai ok miatt holnap fognak fellépni. Tehát nem marad el, csak a holnapi délutára került fel. És egy kicsit olyan jó hangulatú, fiatalos magyar népzenét fognak muzsikálni nekünk. Ahogy múltkor mondtam a menedzserünknek, hogy népi grunge zenét fognak majd muzsikálni. És hát igazából ők még a mai naphoz csatlakoznak, holnap délután fogjuk lezárni a mai napot, és egyszerre kezdjük is majd a holnapit. Mekkora a népszerűsége ennek az etnofolknak, hiszen azért ez egy specifikus műfaj, én azt gondolom.
Hát pontosan abból kifolyólag, hogy azért nagyon-nagyon ritkán van a környéken ilyen stílusú zenét megmutató fesztivál, vagy minifesztivál, vagy forgatag, ahogy mi hívjuk. Egyre többen jönnek, tehát azért kaptuk a visszajelzéseket, hogy azért egy muzsikásra azért, egy muzsikásra meg egy Szabó Balázs bandájára azért megmozdulnak az emberek. Kezdetekben, hát lehet azt mondani, hogy mérsékelt, egy ilyen 100-200 fő volt kíváncsi ezekre a koncertekre. Azért tavaly is szépen elértük az 1000-1500 főt, aki jól érezte magát este. Tisztában vagyunk benne, hogy sajnos rétegzene, de hát mindenképpen úgy vagyunk vele, hogy ezt meg kell mutatni, hiszen ez a küldetésünk is, hogy a saját kultúránkat, meg az itt élő nemzetiség kultúráját őrizzük. Tóth Tamásnak nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Kedves nézőink, van még idő, ki lehet még látogatni ide Bükkfürdőre, hiszen ahogyan Tamás is mondta, itt a fürdő területén belül és kívül egyaránt várnak kicsiket és nagyokat, jófajta zenével, egy kis muzsikával, holnap pedig indul az arató ünnepség. Már nincs más hátra, csak az elköszönés, de mindenek előtt a sorsolás, hiszen tudják, egy darab bérletet lehetett nyerni az Alterába fesztiválra, úgyhogy ezt légy szíves, nézzük, ki nyerte a bérletet. 0620-570-1551-es telefonszámú. Gratulálunk a nyertesnek. És van kettő darab napi jegyünk is erre a bizonyos Alterába fesztiválra, ahol fellép többek között a Van den Barbies, a Vatfruttik, a 30Y, 0-20-36-56-5-0-8. Hát és még egyet, szépen. Légy szíves, mert ugye az Intim Torna Illegál, a Kowalski, meg a Vega, a Belga, és még rengeteg sokan mások fellépnek, tehát az Alterába fesztiválon Körmenden. És nézzük, hogy ki nyert még napi jegyet. 0-32-10-30-0-4. Gratulálunk a nyerteseknek, jövő héten újra itt leszünk, mint mindig. Még mi se tudjuk, hogy hol pontosan. Biztos, hogy nem Nardán, de most itt voltunk a Nardai Karitász táborban, nagyon jól éreztük magunkat, a mögöttünk lévő gyerekek is nagyon jól érzik magukat, és hogyha valaki szeretne részt venni, még nyugodtan jelentkezhet. Önöktől elbúcsúzunk. Boldog hétvégét! Boldog hétvégét! Sziasztok! Sziasztok!